köszöntöm körünkben a Városfejlesztő Kft. Ügyvezető igazgatóját, János Lászlórat. Megkérem, hogy foglaljon helyet. Két előterjesztés is a Városfejlesztő Kft. Az egyik az előző évi tevékenységről egy összefoglaló tájékoztató, a másik pedig az idei évi keretszerződés és ahhoz kapcsolódó üzleti terv elfogadása. Tájékoztatom a képviselőtestületet. A mai nappal a felügyelőbizottság véleménye feltöltésre került az üzleti tervhez, mert ahhoz szükséges. A tájékoztatóhoz nem, az gyakorlatilag egy összefoglalás az előző évi munkáról. És akkor átadom a szót, most a tájékoztatóról beszélünk. Jó. Köszönöm szépen a szót. Tisztelt polgármester asszony, tisztelt képviselőtestület! A Abonyi Városfejlesztő Kft. 2017 évi tevékenységei két részre bontható. Az első a megbízási keretszerződésben rögzített alapfeladatok ellátása, ez a már megvalósult projektjeinknek a nyomonkövetési, fenntartási jelentések beküldésének kötelezettségeivel kapcsolatos. Én a beszámolomban részletesen a több mint 13 projektünknek a jelenlegi státuszáról rögzítettem a online felületen útraérhető információkat, minden kötelezettségünket ezzel kapcsolatban teljesítettük. A másik fő tevékenységünk a pályázatok előkészítése, benyújtása és pozitív visszajelzések esetén pedig a pályázatok lebonyolításának a feladatai. A kronológiai sorrendben 2016. szeptember 6-án nyújtottuk be a KEHOP 529-es pályázati konstrukcióra a Pingvines óvodának a Bethlen Gábor út 3-5 és Bethlen Gábor út 8 szám alatti épületére vonatkozó energetikai korszerűsítési pályázatunkat. 2017 nyarán, június 21-én kaptunk támogatói döntést. Ennek a projektnek a megvalósítása egy évre volt tervezve. A közbeszerzési eljárások lefolytatását követően a General Contact BT végezte el a kivitelezési munkákat, és a cég, az Abonyi cég szakszerű munkával előteljesített, tehát 2017. december 19-én sikeres műszaki átadás átvétellel le tudtuk zárni a kivitelezési fázisnak a megvalósítását. Jelenleg a pénzügyi elszámolás és a zárókifizetési kérelem összeállítása van folyamatban. Nekünk a véghatáridőn 2018. április, tehát én úgy gondolom, hogy február közepére minden egyes jelentési kötelezettségünket be tudjuk küldeni. A másik projektünk, ez a üzleti park kialakítása a Volt Vásártér területén. A 2016. október 3-án benyújtott pályázatunkról 2017. június 19-én kaptunk támogatói döntést. A 306 millió forintos infrastruktúrális fejlesztésű beruházásnak a tevékenységei közül 2017 évben a nullás helyszínrajzi számú telek megosztására vonatkozó földhivatali eljárások és a különböző szakági kiviteli tervek elkészítése volt a feladatunk. Rendelkezésre állnak ezek a szakági kiviteli tervek, ezekből lehet majd összeállítani a közbeszerzési ajánlati dokumentációhoz szükséges anyagokat. Nagyon szeretném, hogyha a tervezett módon 2018 tavaszán el tudnánk indítani a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárást, és terveink között 2018. november végére ezeknek az infrastruktúrális fejlesztéseknek a megvalósítását is le kell zárnunk. január 23-án nyújtottuk be a külterületi utak fejlesztése és eszközbeszerzése című pályázatunkat. Ennek a pályázatnak a tartalmi elemei két részre bonthatók. Az első célterületnél 100 millió forintos, bruttó 100 millió forintos nagyságrendben a belső erdő dűlő, a temető dűlő és a táborhegy dűlő érintett pályázat által érintett területeinek a teljes rekonstrukciójára vonatkozóan rögzítettünk fejlesztési elképzeléseket. A második célterület esetében pedig
a fenntartási kötelezettségek és időszakra vonatkozó feltételrendszerek biztosítása érdekében egy erőgép, egy gréder és egy mobil faaprító gép beszerzésére vonatkozóan 18,9 millió forintra nyújtottunk be pályázatot. Az összértéke a pályázatunknak 146 millió forint, ebben a 146 millió forintban benne van az a 279 méteres útszakasz is, ami a belső erdődűlőt a város határral köti össze, ugyanis az nem nullás, az nem külterületi helyszínrajzi számú útfelület, hanem belterületnek minősül. A testület a pályázat benyújtása előtt a akkori ismereteink szerint 15%-os önerő tartalomra vonatkozó döntésében ezt a belterületi helyszínrajzi számú útnak a kivitelezési költségét is rögzítette. Jelenleg mai 13 órai állapot szerint a pályázat jóváhagyott státuszban van az online felületen. Ez az eddigi tapasztalataink alapján azt jelenti, hogy ez a pályázat pozitív támogatói döntést fog kapni. Viszont megjelent a Széchenyi 2020 felületen egy olyan tájékoztató múlt héten, hogy a kedvezményezett térségi járási besorolású települések esetében a 85%-os támogatási intenzitás 90%. Tehát azért is nem szeretnék még számokról beszélni, mert ezen információ befolyásolhatja azt a pályázati alapkoncepciót, amit mi 85%-os támogatási intenzitásra készítettünk el. Amennyiben hivatalos értesítést kapunk, az önkormányzat azonnal tájékoztatja a lakosságot ennek a pályázatnak a státuszáról. 2017. október 31-én nyújtottuk be a Gyöngyszemek óvoda infrastruktúrális fejlesztési és eszközbeszerzésre vonatkozó pályázatát. Ez a közel 80 millió forintos pályázat a Aponyi úti épület, tagintézmény épületének a teljes felújítása és rekonstrukciója, akadálymentesítése, parkolók kialakítása, címszóval mutatja be az infrastruktúrális fejlesztést, és ehhez van egy 11 millió forint bruttó értékű eszközfejlesztési rész is, amely az EMMI rendelet kötelező bútorozási és eszközfelszerelési előírásainak a biztosítását és a feltételek megteremtését célozza meg. Ez a projektünk a mai információk alapján megfelelt, jogosult a státusza az online felületen. Én ennyit szerettem volna a címszavakban a 2017-es évről elmondani, amennyiben észrevétel kérdés van, természetesen állok rendelkezésre. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen ügyvezető igazgatórnak. Tessék parancsolni, megadom a kérdésekre, a hozzászólásokra a lehetőséget. Dr. Balangó László képviselő úr, a szó. Köszönöm szépen. Nagyon rövid leszek megint. Az internetes források szerint 1849-ben a Táborhegyen táborzott Perczel Mór tábornoknak a hadserege. Egészen akkor a hadsereg volt itt Abonyban, ami egészen egy karéban a Mérgesen keresztül a mai vasútállomás helyéig nyúlt. Akkor ezek szerint én ugye beszéltem már igazgatóra többször ezzel kapcsolatban, a jóváhagyott státusz az mit jelent? Az azt jelenti, hogy nyertünk a pályázaton, még azt nem tudjuk, hogy mennyit. Tehát akkor ne készüljön senki arra, hogy ott repülőtér lesz a Táborhegyen, de mindenféleképpen a belső erdődűlőben, a temetődűlőben és a Táborhegynek az érintett részein végre normálisan lehet majd közlekedni 170 év, hogyha jól számolom, vagy 180 év után. Valamiféle a dolog ott elindul, és higgyék el, hogy ahhoz, hogy ott ez a fejlesztés meg tudjon indulni, ezekhez nagyon-nagyon sok munkára volt szükség. Köszönjük szépen az igazgató úrnak, hogy menedzselt ezt a pályázatot. Nem látok több hozzászólást, kérem, hogy fogadjuk el a tájékoztatót. Jó, megismertük, arról szavazunk, ez volt a módosító javaslat a gazdasági bizottság ülésen.
Akkor ez nem beszámolom, mert beszámoló az év végén, tehát a gazdasági év lezárt, akkor májusban dönt a testület róla. Az évi munkáról szóló tájékoztatót megismerte a testület. Így helyes a határozati javaslat. Indulhat a szavazás. Nyolc igennel. Köszönöm szépen.